Egy 14 éves autizmussal élő fiúval azért kezdett el kiabálni egy szolnoki busz sofőrje, mert a fiú becsomagolt szendvicset vitt fel a járműre. A jelenlévő édesanyja jelezte, hogy a fia autista, a sofőr ennek ellenére tovább ordibált, ami miatt a gyermek pánikrohamot kapott. Az eset úgy történt, hogy egy iskolából éppen hazafelé tartó édesanyja és az autizmusban érintett gyermeke a buszra felszállva, sietés közben, ugye nyilván egy szendvicset fogva a fiatal érintett busz hátulja felé elindult, és az édesanyja pedig a busz elején mutatta ugye az utazásra jogosító igazolványt, és eközben pedig erősebb hangnemben szólt a buszsofőr a gyermekre. És ebből... Volt a problémája? Az volt a problémája, hogy szendvics volt a kezében az érintettnek, ami ugye a buszon utazás közben ugye nem megengedett, és emiatt ez a hangnem ez olyan erős volt, hogy ez stressz helyzetet okozott az érintett fiúskának. Ezek után az történt, hogy ők az utazást folytatták tovább, csak ez úgy meglepte az autizmusban érintett fiút, hogy egy ilyen stressz helyzet alakult ki nála, amit ő reagált is viselkedéssel, pánikot okozott nála is ez a helyzet. Az anya elmondása szerint először nem is gondolták, hogy nekik szólnak. A fia továbbment, a sofőr még egyszer ráordított. Ugye az autizmus széles spektrumon mozog. Az, hogy ki mennyire érintett, az egyéntől függő lehet, és nem mindenki látható az, hogy ő autizmusban érintett. Ez azért is veszélyes ilyenkor, mert az utcán, mondjuk a hétköznapi életben nem tűnik fel mindenki számára az, hogy ezekkel a személyekkel érdemes máshogy kommunikálni, másképp hozzáállni, és ezért vannak ezek a segédeszközök, hogy talán az emberek számára hogy nyilvánvalóvá válik, hogyha érintett valaki, akkor úgy közelítsenek felé, aminek is megfelelő. Mivel Tourette szindrómája is van, ami egy pánikreakcióként jelentkező akaratlan mozgás, előfordul, hogy valamibe beleüt. Már nézegette is az ablakot, végül a saját homlokába ütött bele. Felajánlottam, hogy szálljunk le a következő megállónál, de félt, hogy egy másik sofőr is így bánik majd vele, mesélte az édesanyja.